csárdás régies jellegét mutatja a lassú csárdás, úgynevezett lejtő formája. Amikor a táncosok a lábujjhegyről talpra ereszkedve, térdüket nyújtva, majd meghajlítva, folyamatos, hullámzó, lejtő mozgást végeznek. A régies táncformát kiegészítik a somogyban jellegzetes, változatos régies fogásmódok. A szemben álló összekapaszkodás mellett többféle kézfogásos változat is közkedvelt volt. A somogyi friss csárdások lent hangsúlyosak. Megőrizték azokat a régies névváltozatokat, amelyek a tánc főbb mozgásformáiról nyerték eredetüket. A lippenős, libbenős, mártogatós, kopogós elnevezések mind a friss csárdást jelölik. A friss itt is gazdagabb figurakészletű, mint a lassú. Jellemzőek a lippentős, mártogatós, kopogós motívumok, és a somogyban a párelengedős csalogatás is fontos része a táncnak. Kétlépéses csárdás. A lassú csárdás egyszerű lépéseit a különböző láblendítésekkel, hátul keresztlépéssel, a fiúk dobogással díszítik. Az archív felvételen jól látható, hogy milyen egyéni ízzel, díszítéssel lehet az egyszerű tánclépést érdekesebbé, látványosabbá tenni. A baloldali pár kis billegéssel, a jobb oldalon álló férfi az asszony csavargatásával díszíti táncát. Fogásmódok. Ahogy az ugrósban is, a somogyi csárdásban is több módon kapaszkodhatnak össze a párok. A legelterjedtebb válfogáson kívül közkedvelt a kézfogás. Figyeljetek arra, hogy a fiú a kézfogásos változat esetén is határozottan irányítsa, vezetgesse párját. A kétlépéses csárdást itt is díszíthetjük a lány lassú kifordításával. Forgás.
A már megtanult fogásváltozatokkal a táncosok egymás mellett lépegetve foroghatnak is. A forgás előre is, hátrálva is történhet. Az irányváltás egyszerű formája mellett figyeljétek meg a különlegesebb háromnegyedes változatot is. A fiú a nyitott tartás mellett is irányítja a lányt. Ez ne csak kézzel, hanem a törzs fordításával is történjen. Az archív felvételen láthatjátok, hogy a lépegetéssel a táncosok nem csak forognak, hanem helyüket változtatva a térben is formálják a táncukat. A forgás itt lendületesebb, dinamikája mindig igazodik a zenetempójához. Egylépéses csárdás, fonók, kopogók. A friss csárdás bevezetőjeként táncolt lépéseket egy helyben járjuk. A lábfelkapást teli talpon táncoljátok, a fonóval kicsit mozgassátok a csípőtöket. A kopogó ritmusa tititá, tititá, tititi, tititá. Vigyázzatok, hogy ne siessetek a kopogóval. Ezeknél a lépéseknél is alkalmazzátok a felvételen látható fogásváltozatokat. Lent hangsúlyosan, erőteljesen hullámozva, szökkenve táncoljatok. Lippentő, mártogató, ültető. A lippentő és mártogató motívumokat táncolhatjuk a képen is látható módon tengelykörüli forgással, vagy oldalirányú mozgással. Az egyszerűbb változatot aprózó lépésekkel díszíthetjük. A mártogató, ültető motívum lényege a mély, lefelé törekvő mozgás. A rögtönzött táncnál figyeljetek arra, hogy mindig a fiú irányítson. A fiúk tánca legyen határozott és egyértelmű, a lányok legyenek alkalmazkodók. A párok alkalmanként szétválhatnak, de ilyenkor is figyeljék a másikat, ne távolodjatok el túlságosan messzire egymástól. Ne használjatok túl sok figurát, a páros tánc lényege a harmonikus együtt táncolás, lüktetés. Most lássuk, hogyan táncol Lilla, Ildikó, Zsolt és Nandi. Thank you.